Nagyon drága szíveim, mindenkinek pusztantás, aki bejutott. Azért nem egyszerű ez az egész, ugye? Pláne most, hogy az első ciklust átvészeltem. Az Antal-féle ciklus. Persze, nem itt, hát engem le akartak söpörni a deszkákról. Persze, a nagy nyugodt erő. Minden bőrfejűleg édes anyja. Tudod, ez a Király B. Iza Béla bácsi. Mert én magyar és nemzet ellenes vagyok. Le kell söpörni a színpadról. Hát ez nem olyan egyszerű. Arra a kis kutyám, látod? Képviselőnő voltál, és ennyi eszed mégsem volt. Hát ez nem, hogy lesöpröm. Magadra vigyáztál volna. Hol vagy, látod? Mit jelenti a faluba első kapásnak? Gyerekkel. Tudod, az ilyen képviselőknek, ez egy ilyen emberi betegség ám a képviselőség. Anyósom mondta, hogy hidd el, az mindent tud, hűvő. Így van ez, Géza. Ha a szalból trágya lesz, mind a kocsim viteti magát. Ők képzelik, nem úgy. Ezeknek egy szerencséjük van, de, hogy annyira nem vagyok hülye, hát egy alapszinten van nekem is, de na, az még kevés a képviselőségben. Az a szerencséjük, hogy nem akartam képviselő lenni. Saj, hol lennének ezek, édes Istenek. Megint jönnek, kopogtatnak. A szegény édesanyám meg kirúgta őket, azok így gyűjtik, hogy jaj, szavazzál rám, hát akkor nem kell dolgoznom, szavazzál rám. Ez az egri találkozás, ez egy turnénak a vége. Hát most senkit nem számítok, csak akik az előadásra eljöttek. Lehetnék még köztársasági na de hát én vigyázok, hogy tudjam, hogy hol a határ, nyugalom. Szóval le akartok söpörni, hogy így, meg úgy, aztán hát nem sikerült, és ugye most ez egy ilyen dolog, hogy ciklustól ciklusig élünk. Hát aztán vagy késik, vagy hamarabb jön meg. És ezt kell kibekkelni, hogy akkor most hogy lesz, tudod? Mert hát ugye nem olyan régen volt a választás, most már megint az lesz. Állítólag, itt egy újság megjelent, és azt hisz, hogy én vagyok a polgármester, mert az én képeimet nem tépték le. Úgy látszik, most az átlaghoz képest vagy szebbnek kell lenni, vagy csonyábbnak, de hát amiket kitesznek, hát az nem az. Nem, nagyon majd még későbben beszélgetünk. Szóval csodák vannak, drága szíveim, de hát ne panaszkodjunk, mert ugye fajolt megúsztuk. Hát ez ma nagy dolog, tehát hogyan van. Az ember az mindent megélhet, csak meg kell élni. Rosszul élünk, persze, de élünk. Azt mondja a kis vakondok, vakondokok. Hát ez most komolyan vakondok. Az egyes szám. Akkor a vakondokok, az a vakond. Azt tudja már. Amit a grécsi itt lenne. Egyébként igen-igen kedves emlékem van nekem innen Egerből. Nem, hogy berúgtam, az rendben van.
akkor nem vagyok én beteg, persze, hogy berúgom. Tudod, mit csinál a fakrív az adatot? Berúgom. Ezt nem én találtam ki, ez az ebedzi szövege volt ez a... Amikor nagy zenekarról volt itt a kis műsor, akkor egy aranyos, kedves néző valami olyat fölkiáltott, hogy Isten vagy Géza, csókolj meg, és itt volt a nász, itt elől kérdezett, hogy ha itt van, akkor Isten éltesse. Ha nincs, akkor engem. Na, aranylág a fogalaim, úgyhogy rendben van minden, oda kell figyelni. Na most volt a választás, ilyet azt mondta a hóbagoly. Ja, ezt nem is mondtam még, el várják. Hát vigyázni kell, mert ugye az első ciklusban, a nyugodt erő. Tudod, mennyi humorérzékük van? Mint ízek aludtejnek, annyi. Hú, ezek lengyelt ezt a politológust, föl is jelentették, mert kimerte mondani azt, ami igaz. Hát gyerekek! Hát ugye nem kell itten sértődősködni, nem kell annyit lopni, és akkor rendben van ez. Mert nem az bánta őket, hogy loptak, hanem hogy beszélnek róla. Egyet elmondom, várják, ki nézi, Jenő? Aki nézi, aki csak ki nézi, de nem látja. Képzeld el, reggel felébred, lakás ajtaján jön ki, ott dolgoznak az útjavítók, éppen aszfaltoznak. Azt mondja, nézi, jó reggelt, jó szurkolást! Nem, hogy ezt már mellettek mondtam az ezt. Nem ezt akartam mondani. Ja, hóba volt, köszönöm! De nagyon figyel. Szóval a hóba volt, tehát ilyet, tehát neveket nem szabad mondani, mert akkor még el is vihetnek, érted? Csak úgy általában lehet beszélni. Na, a hóba goly, hát ilyet. Amikor a választási kombány elindult, akkor megalkották az etikai kódexet. Finom úri emberek, különböző lovagrendek tagjai, ármalányhaj, öreg cserkész, meg minden a világon. Etikai kódexet adtak ki, amelyben szépen lefektették, hogy a másik pofájára mennyi szart lehet rákenni. És ezek az urak, hagyjál már. Sóri, mi Gyulánkkal mit csináltak? Gyula a vitéz, hát ilyen. Mert a mocskos rohadt szemét fogkirugó, rohadt távolt pufajkás a rohadt anyjába. Az meg Csórikám, hogy nem. Hát akkor ment össze ennyire. Hát vissza sem mert szólni, mert ugye a nyugodt erő az ó, ez a csúr, mi? Csúrka, hogy beszézze az édes anyját. De mondom, a mi Gyulánk így, nem mert visszaszólni se. Vigyázni kell, de nem tudom mit, majd jön szembe a pótkocsi, vigyázni kell. Pedig külön koronát vett magára, hogy hát a szimpatikusabb a nyugodt erőnek. Képzeld el! És ugye, amikor jött a változás, magyar ember az azonnal át tud. Addig mindenki szarozta, jött a választás. Volt olyan papúr, aki előtte a maszkas kommunista. Választás. Egyből tartotta a gerincét. Ilyenkor ki kell adni a jelszót, hogy emberek, fogat mosni itt az újság. Hát ez ennyi.
azt mondta a külföldi püspök is, aki előtte igen haragos volt. Utána mindjárt mondta, hogy... Valaki kurvára fölidegesítette. Isten! Áldását! Megtörtént, elhangzott. Isten áldását kérem Horn Gyulára. Na? Papúr. Most akkor a hírről mit csináljon? Melyiknek higgyen? Isten áldását Horn Gyula. Gondolja bele. És ha az Isten meghallgatja, hát akkor, ezért mondom, akkor küld neki ilyen sultásos kufajkát, vagy megnövetti. Na, annak is lenne az előnye, a Horn Gyula megnőne. Közelről látna a benzin árát. Apropó ár, bemutatom Békes Gyurnak a kormányprogramját. Engedtessék meg nekem, kérem, tisztelettel! Mint a kis bizdapád elnökének a kurva anyjába. 7 perc elejével napirend előtt, napirend alatt és napirend után. Mert most már a rohadt kommunistákat nem engedem szóhoz jutni. Én ugatok, még ha egy gondolatom se lesz, akkor is én mondom. Kérem tisztelettel! Patak vér fog folyni! Itt ül mögöttem az asszony. Hát mindennek van határa. Kérem tisztelettel! Azt is tudom, a kommunisták, az MSZP-nek még szexű a jelképe. Mert a szexhez kalapát kell, a kűhöznek salló. Isten, haza, család! Az Isten sem megadik haza, amíg otthon van a család. Kérem tisztelettel. Ugye bár, nem de bár, latabár. Az asszonyt behoztam a parlamentbe. Nehogy otthon kultorogjon, itt sűtenek, világítanak. Azért kicsit még sötét van, de csak világítanak. Mikor behoztam a többiek, hát bámultak, mint kezdő buzi a gőzfürdőbe. A rohadt kommunisták! Emelje fel a kezét, aki kívánja Matyó Ágnes az elnökségbe. Hát az irányunk már meg, valakit lehallgattak a keletinél. Aztán meg a nyugat, engem is lehallgattak ezek a szemét ketlesek. Saját részénben kagylót találtam, hogy sohagyom rájuk a magasságot atomítottam.
Szóval egy ciklust átvészeltünk. Most mondd meg őszintén, és ez komolyan oda mennek a parlamentbe, és ezt csinálják. Mi meg itt rohadunk. Ezek meg, hát, ne csinálj. Gyerekem, ne csinálj. Csodák vannak, na, csodák. Ott kezdtem, hogy a hóba goly, amikor... Ott kezdtem, nem? Hát akkor szóra eltévedtem. Na, képzeld el! Azt mondja, egyik éjjel megyek kocsival, és egyik kanyarban, nincsen sejtei, majd hatalmas tábla előjön, rajta hóba goly, hogy riogatják itt a járókelőt. Azt mondja, hogy csak az MDF az egyetlen, aki képes vezetni az országot. És nálam jobb miniszterelnök nincs. Biztos. Mert a baloldali veszély. Ez nem úgy van, várjál már. Hát demokráciában, akikre is mindig hivatkoznak, mondom, anyósomnak is, jó államban fogunk élni, jaj, már megint költözünk. Hát adjam az Istenem magában. Na, képzeld el, mert csak ez képes. Ahol bejegyzi a bíróság valamelyik pártnak a nevét, akkor annak joga van, hogy induljon a választáson. Ergo... Mondom, mert elfelejtem. Kérdez ezt! Tudod, ki jut erről érdembe? A Bot Péter Ákos, kérlek szépen. Ha hiszed, ha nem, politikai tisztogatás folyik most. Hol bizonyára? Azt mondta a volt pénzügyminiszter, azaz ext, az mit jelent? Extra. Szóval volt pénzügyminiszter, ez a háttére vizurás, az a... Az élető, mert még soha nem ment szembe. Na ő mondja ugye nagy haragosan, mert most az ellenzéket megfigyel, ez olyan mérgesek, pedig nem kéne. Szóval nagy vezérre kéne emlékezni. Amikor azt mondta Antal úr, a gőg és magőg fia vagyok én, azt mondta a parlamentbe, idézem, tetszettek volna megnyerni a választást, és akkor most bele lehetne beszélni. Hát akkor... Gyerek, hát akkor egészségedre. Hát... Most ez nem így kör? Azt mondta, mondom, egészségedre. Azért nem kapodál meg mindenhol, azt tudod? Operában nyugodtan elmehetni, hogy anyám, imád a szíved, egészséged, nem mondjál. Hülyék azok. Na, szóval kérdez, hát mondjam már, mit akarok végig. Már így. Szóval most haragszanak ezek. Azt mondta, kérdez szépen a volt belügyminiszter, a Rumtájsz. A Szecsini erdőből televízió adta, én csak néző vagyok. Azt mondja a választás után a Rumtájsz, hogy emberi hangon, hogy minket most legyőztek, és gratulálunk az ellenfeleinknek. Azt mondja erre a hóbabot. Azonnal felszívta a vizet. Na, Imre! Valaki megzavarhatta a kotlásba, mert nem haragudni. Na, Imre! Minket nem győztek le!
csak kevesebb szavazatot kaptunk. Na azért ez már nem akármi. Például ilyen, akár alaphülyeségemmel nem tudtam volna mondani. Ehhez már tanácsadó körülött. Nem győzték le, csak kevesebb szavazatot kaptunk. Hát te vagy, előbb tudom, mondtam volna a drága anyámnak az érettségi után, hogy anyuzikám. Én az érettségén nem buktam meg. Milyen csak az ötösök. Mi kiánytott négy ilyen. Ez ilyen egyszerű tudok. Tudák vannak. Jaj, ezt elmesélem, várjál. Ugye a kurvák helyezkedni kezdte. 90, persze, muszáj kurvának helyezkedni kell, különben az utcára kerül, hát nem úgy megyott. És ugye hát mégis, hogy MDF figyeljen rájuk, ide beleíratta a diszkóba, hogy boros, ide meg, hogy fűr, ez a fűr áll lefele. Kurva művek vagyok mi? Ez a fűvel befele. Na most kérdezz el, tetoválóval elment, azt mondja, tetoválós úr. Hát így a ide bele, bele is írták szépen minden. Csak könnyebben csokogatják. Na kérdezz el. Választás bukfent. Na most mit kezdünk vele? Ne szomorkodj, fölfele nézzél már te. Na vissza a tetoválóshoz, hogy szedje ki ezt a két nevet ebből, mert így nem megyünk semmire sem. Na ki is szedték, jön haza a kurva néni. Azt mondja a kurva kislány, hogy na, mit sikerült csinálni? Eltöntették a borost meg a fűrt, nem tudtak mit kezdeni a kónyával. És akkor még a húgok, hogy még viccet is mesét, elmondom, várjál. De ugye a viccet az már hadd én mondjam, mert hát jobban mondom. Ez is televízió elhangzott, nem én találtam ki. Azt mondja a húgok, hogy mert csak az MDF, és csak így, és csak úgy. Ha, most jön a vicc, ha nem jön közbe valami, mi jön közbe? Az oroszok már elmentek, az amerikaiak még nincsenek itt. Na, mi baj lehet? Elmondom az a vicc, hogy van, figyelj. Igen, gyönyörű csaj, képzelj. Restét. Mindjárt a főlökön. Figyelj meg, na. Hát mondja már, elfedem a viccet. Kérdez, egy nagyon jó csaj, ilyen dudák, rajta potméter itt a kérdés. Ezt a Petrészi meg a Kossuth ujjal. Gyönyörű, szép, hosszú combja van, te gyönyörű. Kettő. Az agrálolló. Megfulladt a palac. Na kérdez, hát ez már végig, most ők is öljöknek, hát most hallják kétszázadszor, nem? Na neked még egyszer. Hosszú combja volt, négy. De vele volt a húga is. Baj lesz, én kezdem magam jól érezni. Mert kell attól, mert addig nem megyünk az, amíg itt. Na, hadd mondjam már végig. Szóval kérdezz, ez gyönyörű szép, szombja minden. Megy a csajnál, az jó. Azt mondja neki a manus, jaj, egy gyönyörű szép, két hosszú comb. Hová megy? Moziba, ha nem jön közbe valami. Hát ez a mi? Akkor ezt így kell mondani.
Szóval csodálkozom, hidd el, Na, vége volt a választásnak. Az lett, amit tudsz, ez van. Na most újra, megint választás. Önkormányzati választás. Szép. Ide figyelj, ha belegondolok, hogy nem is olyan régen még röhögtünk a hülye pátitálók szövegén, na akkor mi a különbség? Pont úgy etetnek, mint akkor etettek minket. Mindegyik ígér, de egy kurva brusznyákja nincsen. Mint ahogy Bot Péter Ákost előbb említettem, ugye ő is, hát most lemondott, azt mondta a pénzügyes, mert politikai tisztogatás folyik. Igen. Szerintem őt nevezték ki, akkor mi folyt? Akkor kirúgták a másik igazgatót, a nagy MDF-te. 5 perc alatt a macskát tarni, úgy rúgták ki. Mélyén aláírta az alakarta étlapot. Az nem volt tisztogatás, kis finom lelki uram, most ez tisztogatás, adjál már. Hát a nép mit mondott, hogy az Antal mégiscsak Bottal ver. Hát erre mondtam, hogy ez a, hát mit csak anyarodunk, azt mondja, azt hiszem, hogy elmegyek tovább, de nincs nekem arra időm. Kérdezem, Bot Péter Ákoska felfedezte a magyar pénzt, azt az egyszerűen. Asszony, most mi vagy gazdagok lettünk, vagy találtam egy lapos tetűt, mert ebben ez a magyar pénz, ergo. Ez a politikai tisztogatás, hát emlékezzél vissza a taxis blokádra. Jaj, mintha ma lenne, mi? Pedig csak 2 hét múlva lesz. Na most kezdődben. Előbb a vasutasok, aztán a taxisok. Na, szépen rendben megy minden. Na. Arra emlékszel, taxis blokád, Istenem. Néztünk fel a parlament ablakába. Lehajtja konyaknak felé. Máma már nem iszik tovább. Ugrott a miniszteri tárca is. Ugor ki végre, kis Balázs! Na és akkor lötték be Bot Péter Ákoskán, akinek pénzügy az annyi köze van, hogy gyerekkorában annyi elküldte, mint egy 20-as vásföl. Ákoska. Emlékezzél rá, a nagy gyorsító tárgyaló, mikor volt a blokád, ő tárgyalt. 10 percre kezdődött tárgyalni, és bepisált. Ez is tény. Amikor a téma ugye azon volt, hogy most lövetünk, vagy nem lövetünk, erre Ákoska a biológián dolgozik, nekem sikerül. Ez politikai tisztogatás, de ez sima pelenkázás, tudod? Ez ilyen egyszerű. Röhel. Na, szóval, polgármesteri választások. De azt mondja egy televízió, azt mondja egyik polgármester, hogy az igazság, hogy az igazság. Ő volt a polgármester. Igaz, egy kis faluba volt, de hát csak ő volt. Az is igaz, hogy ott többen nem laktak. Illetve rosszul mondtam, mert akkor igazságos lett volna, de ott lakott abban a községben, a faluskában még 3 ló, meg 2 ökör. Hát akkor már nem ő a jogos.
És ő volt az. Ő volt az. Azt mondtam, kis pesti gyerek, a kis lelent gyerek, a Demszki úr, hú, nagy koponyám az Isten. Azt mondták, hogy most ezen a ejbéd. Úgy főzték az ejbédet, hogy vigyázni kell, mert itt a Pesten most borzasztó nagy, hú, zűrzavar lesz. Kérlek szépen, semmi nem volt. Mint kés a bajban, így ment a közlekedés. Na, ezek elmentek, ma nézted volna meg. Úgyhogy nem a Clinton keveri a szart, a Demszki, érted? Csak hogy elmentek választási fogásból, a Mátyás téren raziát rendeztek a kurváknál, megtörtént. Legalább 8 kivilágított autóbusz ment, 5 raziához szép, csöndesen kivilágítva. Vagy 40 újságíró, fényképét, mindenki ment, megérkeztek. Kurva meg sehol, na? Gyerekem, nem így kevésszínes volt. Lement Demszki úr aluljáróba, szóval a régi, hülye táptitkár szöveg jött belőle így. Azt mondja, azért most tárt fel az aluljárót, mert én jövök. Nem tudtam szerencsétlen, hogy 3 napja csőtörés van. Igen. Szar a város, tudod, hogy szétesik a tiszteletedre. Borzasztó nap. Emberek, meg kell mondani, most már úgy tudod is van, hogy nem van se pénz, nem van pénzünk, se nincs. És ha nem, ami nem lenne nagy baj, hogy kis baj. De nem kis baj a nagy baj, hanem nem, nincs a pénz, eszköz se nincs. És ugye a község, az benne van a szomasztikában, mert az adó nem marad itt, mert nem is fizetik be. A miből, ugye? Egy a kormány is csak ugassa a kormány, és nem hogyan mászunk ki ebből a szomasztikából, no. Szóval, akinek van tipje, hogy hogyan lenne a tipkivel kimászni ebből, az a tipkit mondja el a tipkit, és akkor mondja, hogy a tipkit összegyújtjuk, és akkor megtipkeljük. Na, emberek, ennyit akartam csak mondani, maron a dióhéjban, na. Tessék, akinek van tipkje, ahol szóljon hozzája, tessék, most is kell írni. Hamarabb akarod elni minden. Fogatokat a helyükre. Tarthoz. Na mondjam a tipkit. Hát azt szeretném kérni, úgyis mind alapító tag, hogy énekeljük el a himnot. Ne csináljam, mert tökön tudom magam, de... Hallottam, itt volt eddig, itt volt. Most volt csak most jut be agyilag. Hát most nem lehet hinnót, hát nincs eredményünk. Azt mondtam, hogy tipje, a tipkét mondja el. De eredmény, akkor már lehet hinnót is. És vagyok. No. Na tessék, Béla bátyám. Thank you.
Miből van? Mit hallom? Ma harmadszor ettem rosszul. De bocs, mondd övője, majd ne gyűjjön ide be. A statisztikát meg elbasztam. De mit csinálom ma, ember? De nekem nem is majd, most is az ember. De emberek, akinek tipje van, azt mondanak, tessék, jó gyerek. Hát, mint alapítótok, csak annyit elettázni kérni, hogy azért. Csak énekeljük el a himnuk. Én felmondok, hogy belemondanak, az biztos. Nem értik meg, hogy... Mondjuk a tetszett felcsön. Hát... Mind alapítótól. Csak azt akarom én most ittán fölvetni, hogy egyszerre hány alapítót fognak ők érni, hogy végre elénekeljük a hímunkat. A biztos emberek, a biztos, hogy ma itten semmi nem biztos. De tessék, hát kedves tanácselnök úr, illetve polgármester eltárs, nexusilag. Hát, jó van, tudom én, na most nincs himnusz, mert hát most az nincsen, na, jó van. Segítsen már nekünk. Tud valami másik nótát? És így telt el 4 év. És most készülünk az új ciklusra. Ja, csodák vannak. Egy nagyvárosban nagyobb, mint Eger. A polgármester úr keresztény demokrata, ez még nem lenne baj. Elment a diszkóba. Ahol éppen buzisó volt, bikus só volt, de akkor még nem volt bikus, azt mondták, majd lesz bikus. Kérdezem, keresztény demokrata polgármester úr bement a diszkóba. Ott messzeden lányok ottan, ment a műsor, ez meg ottan bámultan, már politikailag. Azt mondta, az újságírók megkérdezték, hogy kerül ide egy keresztény demokrata. Hát az igazság, elmondom, hogy van, sajtótájékoztatón mondta, megmondom, hogy van, hogy én nem akartam bemenni, csak engem a karomnál fogva vittek be. Karodnál fogva, nem? És miért? Te hogy szeretted volna? Mondd meg szépen! Szabad ország, szabad polgárság. Alsó madárfogás, mi? Karomnál fogva vittek. És akkor még várják, nincs vége. Az azt hiszem, hogy politikai, hát, vitaműsorban ben, a Dicsikóba, ja, meg hogy vita folyik. Miből gondolta? Hogy az egyik lány a másikat a nyelvére vette. Ő a polgármester, kérdezed el? Jaj. Na, mindegy. Hölgyeim és uraim, mindenki percek következnek, ünnepélyesen balavatjuk az ismeretlen hülye Pista emlékművét. Igen, hölgyeim és uraim. Ja, ezt most már nem is mondtam még. Most már a megszólítás ez lesz. Akármilyen átkos rendszer jön,
Ja, ezt nem is mondtam esemény. Te, ez egy ilyen ország, ha megfigyeled, így mindig átkos rendszerű. Hát ezt jönne már egy olyan kis sima. Itt csak a ma... Hát hétfőn, kedden én a kabarét figyelem a televízióban. Most már valahogy satnyább lesz. A régebbi az a... Az first class volt, ön. Úgy kezdték, hogy megadom a szót! Az ország lakosság, hogy jó van, adja meg! Így figyeltünk hétfőn, kedden, szerdán, hogy jaj, csak lenne essen, így! Az agytrözt, ugye? Amikor itt volt nálunk a CSU, német parlamenti delegáció képviselője, a képviseletem, na, azt mondta az elnök úr, szállásáltal köszöntöm a csú képviselőit! Azt. Csú, az édesanyját ennek az egyébként. A másik sem volt rossz, a kupikék, törpikékből a morgó. Deng legyen! Azt mondta neki Matyó Ágnes, hogy el ne fulhatja, annyira fel van izgulva, akkor ott van a kezénél, jó rázza meg. Mert ugye az azt megelőző átkosban teljesen más parlament volt, teljesen. Mondja, munkás, paraszt, értelmiség, ugye? Most meg mindenki doktor. Azt mondja, anyósom, megyek a parlamentbe. Miért menne már oda? Tüdőszűrés. Igen, mert most mindenkit átvilágítanak. De mit szólsz? A nagy urak között egy szar szemét besugodnál találtak. Mi? És most mindenki, jaj, akkor ez a bíró hibás, hát miért mondott ki ilyet? Az senkibe föl sem merül, hogy hogy lehet ilyen szar szemét tetű ember bent a parlamentben. Csak a bíró miért mondta meg? Jaj, nem így van. Mindez a szerencsétlen a debreceni rendőrök bevitték azt a fideszes gyereket a rohadt narancsból. Hát te, ilyen felháborodást én még nem láttam. Kapitány, belügyminiszter, mindenki, hát nem akartuk, hát szóval nem az, hát azért vittük reggel, mert akkor még 7 óra van, és akkor hát, ha még nem hozták oda a tejet, és hát, mert egy ilyen gyerek az még szophatnak. Hát szóval, bevittük, de ezt ígérem, hogy kiengedjük, meg hát inkább viszünk helyette másik 8 cigány. De fizetek, hát nem viszünk, de előbb a tennába. Érted is, mert ez választási, ez az ellenfél, a kommunisták akarják így. És egyetlen egy nagy tudású senkiházi nem mondta ki azt, hogy nem lehet a Fidesz kocsijának tilosban állni, és 50 felszólítás után legalább egyszer ki kell fizetni. Ilyen egyszerű. Képzeld el, ha téged akarnak megbüntetni, meg is büntetnek, de ő a Fidesz, akkor ki vagy, ha te vagy a Fidesz, na. Mert a nép, a nemzet, és a nép nem. Gyerekek, ezek a nagy magyarok, ha megfigyelitek, mert mi a népért, a nemzetért csináljuk. Választáson ezekre csak ketten nem szavaztak. Az egyik a nép, a másik meg a nemzet. Többi az mind ott volt. Ne tépd a szádat! Most! Te Orbán Viktor kérdezi vele, a géppuska szájú, kérdezi vele,
igen, meg nehéz követni, tudod? Most ilyen hangos volt, amikor eladták a székházat, az enyémét, meg a tiédét, akkor milyen kus volt, mi? Gyerekek, hát ilyen politikusaink voltak abban a régi szarrendszerben is. Ez az a nagy demográfia. Jóval, tudod, na, visszatérve a háttérfilozófiára. Ott álltunk mi, nem? El is elmondta, hogy miért csinálja szarul a békesség. Amikor ő csinálta ugyanígy, akkor tetszett neki. Most megharagszik, hát ne haragudjál már. 4 évig kell várnod, és aztán megint te jössz. Mert ugye nálam a gyerekek, ez egy milyen ország? Itt nincs külön munkás, külön nyilas, külön cserkész, külön... És nincsen, azt mondjuk, hogy melyik ruhája tiszta. És ilyen egyszerű. Ne tégy a szállatnál. Na, ezt elmesélem, állját. Elmesélem, hogy a békesség hogy veszi fel a kölcsönöket. Na, itt a tó partja. A békes ott petál. Ezek egy magyarok, majd belekötött a magyarságot. Petál! Hogy mondjam jobban? Petál! Na, tessék, ragozzuk tovább. Petál, petálen. Aztán nyelvtanból tudatkozol vagy. Betállani, zaplekin. Na, kérdezik! Ez meg még kívülőre, most tényleg ez. Tudod milyen felérzés? Ide kijövökem a ködbe, kiállok és a kijövökbe. Egyébként elég hangosak voltok, azt tudod? Ezt elmondom, honnan tanultam. Az első szabadon magyar, magyar szabad, első választott magyar szabad, szabad magyar szabad kormánynak a magyar szabadja létrehozta azonnal az első szabadon választott cenzúrát. Hát cenzúra nélkül van demokrácia. Hát ne csináld már. Na csupa ilyen szakember, humor szakember, én gyomorbeteg néplászmutató. Disszertációt írt a vadkölte nemi életéről. Orvosájba letvált címmel. Na kérlek szépen! Mindjárt kiállítom. Ő meg lehúzná a hangot. Nem jó, ez jó. Na, képzeld el, hogy ezek a szilveszteri rádió műsort meghallgatták. Én vannak kirúgtak volna, de értés, nevetés, ilyet ne ért. Ez veszélyes. Mert gondold el, hogy nem, jó, mi a baj? Nem, a közönség olyan hangos, nem lehet hallani az előadót. Hát azért tisztelt cenzúra, nem lehet hallani az előadót, hát azért. Ez nincsen mindenkivel így. Van egy-két kollega, egy-két ember ezen a pályán. Azt ismeritek, azt mondta Karádi Katalin Csortos Gyulának, hogy kollega, azt mondta Csortos. Kolléga úr,
mióta vagyok én kurva. Egy-két ilyen illetőre, egy olyan hirtelen olyan betolultak, azt hitték, valaki a rendszerváltozástól tehetséges lesz. Nem. Ahhoz anyuka nunája kell, tudod? És még akkor sem, biztos! Ez ilyen egyszerű. Itt a büfében, kitűnő barátaim mutatták a 8. tévéműsort. Na, azután valami, mit tudom én, közakarat csoport, vagy ki, ilyen újságírókból álló, akárki, azt írták, hogy Hoffi Géza restaurálja a Kádár rendszert. Az mondta ezt, aki abban a bizonyos mocskos bolsevista szarszemét rendszerben tábornok volt, tudod, kiemelt nyugdíjjal, érted, és akkor nem az újságírók között volt, hanem a disztribünön közében, érted, és ez mondja, hogy én a Kádár rendszert, te szerencsétlen. A diszidensek gyerek, akkor diszidensek gyerekei az én lemezeimről tanultak magyarul. Tudod? Ez ilyen egyszerű, és te most nekem akarsz, apukám. Végig majd ki fog derülni, meg már most kiderült, hogy abban mocskos rohadt szemét bolsevista rendszerben csak én éltem itt. Senki más! Érted? Senki! De amit én mondtam, azt meg lehet hallgatni ma is. Bele van kartolva egy nagy fekete karikába. Érted? Ilyen egyszerű. Viszont ezek a nagy ellenzékiek 60 évesen most születtek ide. Makolátlanul, tudod? És üldözték őket. Oh, amíg át nem vette a munka érdem az aranyfokozatát, napi nyugtot nem hagytak ezek a mocskos kommunisták neki, érted? Amíg nem zavartak el valamelyik vezérigazgatói székbe, nyugta nem volt, és ti pofáztok a rohadt anyátokat már. Hát ne csinálj! Én! Tudod, hogy várjam, elfelejtem! Tudod, ezeknek mi a gyűjtő nevük? A gyűjtő nevük nem magázva varró eszköz. Az öntű. Tetű az, de minden, nem érdekel. Hát megkérdezed, hát ezekhez képest a ház nélküli csiga az egy gerinc oszlop. Ilyen egyszerű. Rosonci elvtárs farkán nőtek fel, érted? Amikor a kormány akárki ilyen ment külföldre, ők mentek ott állandóan, a tengerparton fényképek hozták, óriás tekőtön lovagoltak, hogy előre a lenini úton, teknőkkel, érted? És most ezeknek nem tetszik valamikor, a Brezhnev-társ meghalt, az egyik ilyen nagy elnyomott ellenzéki, másképp gondolkodó. 2 hétig bőgött, nem azért, mert sajnálta a Brezhnevet, hanem a Brezhnevet hanyat temették el, és nem fért hozzá a paksi mogyoróhoz. Ez ilyen eszélyű. Na, nyugalom, Géza, nyugalom. Ezek ilyen emberek, na mindegy. Na most mondj meg, most halálunk meg. Nem tudod. A Békesi ott áll a Csitje parton. Most vagy figyelsz, vagy nem figyelsz, hagyj engem békében. Nem, már én már ilyenkor bánom, hogy elkezdtem. Mint a kiszelőztetem. Szóval. A Békesi Petál, Lenz, Zac, Latin, Vitez, kifogja az aranyhalat. Azt
Gondolnunk, Géza. Ez meg a szabad gyöny. Maradjon! Mert nem az uborkát látja most! A költségvetési vita! Mama! Azt mondja a halacska, ha visszadobsz, teljesítem három kívánságot. Na, első. Legyen ebben a zsebemben 3 trillió milliárd 80 millió milliárd dollár. Benne van. Hát ilyen. Nem most, most teszik második. Ebben meg legyen 877 milliárd 80 ezer már. Milliárd most már dollár. Na tessék! Harmadik. Legyen keresztszám. Én úgy mondod, hogy ebből hogy lehet osztoszkodni? Csodák vannak, mi? Na szóval, hölgyeim és uraim! Mindig meglepődött, ott állom meg mindig, vagy nem is. Most már így lesz. Mert ugye abban mocskos rohadt szemét, bolsevista rohadt rendszerben, ugye? Akkor mindenki elvtárs volt. Tehát vagy az volt, vagy nem, de ugye? Kívülről nem látszott. Érted? Most meg Orbatájban mindenki úr. Amíg meg nem szól. A fejéből kilóg az átszakot ilyen balmányokat. Azt mondja egyik ilyen nagy-nagy ember azt mondja a tévében, hogy és papírból mondta, képzeld el? Ha ugrik egy sor, az akkor már Európa. Vagy kicsit jobban megyek, akkor kamcsotkozni. Mit se vennénk észre? Tél! Na, meg fáztál. Hogy csodák vannak, drága szíveim. Na, hölgyeim és uraim, ünnepi percek következnek, ünnepélyesen felavatjuk az ismeretlen hülye Pista emlékművét. Nálunk rengeteg az ismeretlen hülye Pista. Ez egy ilyen ország. A hülye Pisták miatt tartunk, ott, ahol tartunk. Hát gondold el, itt Petőfi óta mindig a terv megy füstbe. Hát érted? Felavatjuk az emlékművet. Na, ezt így beszélünk, mert ez egy jó város. Mit szólsz ehhez? Itt a szeretet ünnepe. A karácsony. Ahol az ember szereti a fele barátját, a másik felét megfelaprítja. És én piacot meg mindent nézem, mint barát, ez ellen. Jaj, gyerekek, megjelent, papita, legújabb lemeze, betaló! Gondoltad volna? Vissza a karácsonyra. Apropó karácsony, szeretet azért ne értsük félre. Tudod, hogy hogy kell védekezni az ét ellen? És most ezt szépen elmesélem neked szakmailag. Na figyelj! Úgy kell az ét ellen védekezni, hogy a fejére rá kell húzni egy nagy kotont a Friderikusznak. Még valami. Lakossági bejelentésre a rendőrség kéri mindazok jelentkezését, akik még nem dugták meg Esztergályos Ceciliát.
Nem csak amit a tévéből lát az ember. Na, szóval itt... Nem, ezt elkezdek rövődni, soha nem megyünk haza, azt figyeld meg azt. Egyébként tényleg hangosak vagytok most mondani. Na, drágáim, szóval... Ez egy majdnem török város lett, ugye? És azon lepődtem meg, karácsonyi ünnep előtt, nem lehet kapni egy ilyen kis, apró kis, pici Stalin szobrot sem. Mert Hitlerről ne is beszélj. Nincs. Az emberekből kiölték az érzéseket. Ezek a nyugodt erősök. Nincs ilyen, semmi nincsen. Egy Stalin egy Mussolini, sem. És erre most valami kis vigasszat írjött az éjszakába. Felállították Szulejmán szultánat. Ne gúnyosan nevettél. Végre valami eredmény. Szulejmán szultánnak szól Szigetváron kézzel, jaj, olyan boldog, ugye, Szulej Hitler, meg ez a Stalin, nagyon van, voltak hibáik, jó van. Na de a Szulejmán, te szultán, te, az a magyarokat egészen másképpen kaszabba szállta. Hát egy kis idéve budlibi, a fejét le. Nem is vágta le, visszenten csak a... És képzel ki az a hülye, aki felállítja a Szulejmán szultán szobrát itt. Hát az járjál meg. Ugyanakkor a vörös csillagot betiltják, a horogkeresztet betiltják, a lófarkat meg nem. Az is igaz, a vörös csillag nálunk soha nem volt fizető eszköz. A lófarok az megint más az eszköz. Hát a postát azért szerelték fel, a csőpostát, hogy rá tudják küldeni a nyugdíjat. Mert mindenhol van. Visszamenőleg. Hova tudják? Na, hölgyeim és uraim, mert csak belezavartok, csak belezavartok. Hú, felavartam az emlékművet, te pap nélkül. Hát pap nélkül egy tapoltat se. Mert abban mocskos rohadt szemét, rohadt bolsevista mocskos szarvenszerben. Nem volt Isten, ugye? Most meg kettesével jönnek szembe. De... Valami... Komolyan mondjuk. Például pap nélkül egy lépéssel, hadseregbe. Van pap. Hadsereg nincs, de pap az van. Azt mondta ez a szerencsétlen főrú úr, mint miniszter, kitalálta a körkörös védelmet. Az azt jelenti, hogy a szomszédaink körül mindenki minket utál. Háborúban a magyar hadsereg. Hova a kurva anyámba menek? Bele is szédjük! Tudja a franc, hogy vezél? Blmán, blmán, blmán. Valaki csöngetett, én volt akkor jó. Kigyulladt a ridikülő. Amen. Szóval melyik az atombomba? Csak nem ez a nagy bazi. Ez a parancsnok úr kurvája. Amen.
Szenteljük fel, aztán föl lehet robbantani. Na mondom, a papné, ha itt ez van ez, a labdarúgásban, MLS-ben is van pap. Komolyan, a tréning atya. Kérdez el, volt Mohácson egy ilyen mohácsi vész, érted? Ünnep volt a mohácsi vész ünnep, emlékeznap, az volt annyi busó ember volt, hogy szomorú busók volt. És megkítek a katolikus püspököt, oda az ünnepségre, azokkal szépen telebabrált. A többieket meg nem hívták meg, tudod? Katolikus igen, többit nem. Ezt a idén nem hívták meg, ez a milyen neve, ez az ekumenikus. Azokat nem, ez egy vallás. Ekumenikus. Milyen komolytalanok vagy, már ne hallgatod, de te szeretem, ha készülnél, ez a neve. Ekumenikus. De ez nem egy új dolog, ez volt a, volt a múltrendszerben, és csak fordítva, hogy kúsz, el kell menni. Érted? Levelet írtak Ási bácsinak, a kedves Göncpapa, tessék eldönteni, hogy melyik vallásnak jobb a papja. Alá is írták, hogy elég, ha levelet elkezdik olvasni, nem kell aláírni. Ábi bácsi egy vetélkedőt rendezett, ott volt Cine Java, Csórikám, és kérdezze, azt mondja a muzul, Mán, ott Mán azt mondta a muzul, hogy mert a mi műezinünk, az a műezin. Anna műezin, az nem is van, az is. Egy homofiarnál kérdez, olyan homofiar volt, hú, az ember pofájába kérdez, hogy hordta bele a himmedjem. Azt mondja erre a műezin, Allah Akbar, Allah. A világban 5 méteren belül, homofiarnak vége, és a karavánnál nyugodtan innen. Hát nem az én, amit a... Azt mondtam a zsiráf. Na nincs pupi az én legalább. És azt elmondom, várjál. Rákázik a pupos meg a sáncet. Azt mondja a pupos. Kézed el, temetőn mentem keresztül valamelyik éjszaka. Jött a szellem. Azt hiszem a vonat, de nem volt csinni. Na most kérdezem, hogy... Az a szellem mozog. Na most kérdezem... Azt mondja a szellem... Mi van a hátadon? Mondom, puh! Hova mire? Elvittem. Azt mondja a sánta... Na, arra megyek akkor én is. Haza... Na, arra is ment, találkoznak egy pár nap múlva. Na, voltál? Jött a szellem. Jött bizony. Azt mondta, mi van a hátadon? Mondom, semmi. Ne tegyek fut! Homofiarnak vége, azt mondja a katolikus, hát ez nincs semmi. Ami ötkörös urunk, az még jó benne. Balatoni viharnál gondolod el, olyan vihar volt te, volt habnek, tajték meg, minden volt. Azon az ötkörös úr is, te nem semmi. Az a pillanatban, 5 méteren belül viharnak vége, a tónak... Hát ez óriási. Azt mondja erre a kón. Hát ez mind semmi. Ami rabink, ami rabi lévink, ment Pest a Nagybeszi utcában,
Na jó, 5 utcával odén. Sábeszkor. Szombat, Sábesz. Sábesz, szombat. Úgy látszik, itt van mindenki. Na most kérdezzük. Kérdezz el a Robi, szombaton a járdán talált 5000 forintot. Szombaton nem lehet pénzhez nyúlni. A 5000 itt a Robi. Ebből a pillanatban 5 méteren belül péntek lett. Tudod, drágáim, milyen dolog ez? Na most ugye a kormánynak ennek eltelt valami 40-50 napja. Hát van dolga még, nem mondom, hogy nincs. Van dolga, ami az örökséget illeti, van dolga. Azt mondja, a bőrfejű az etnikai kisebbségnek. Így kell mondani. Ugye abban mocskos rohadt borság, itt a rohadt rendszerben nem volt etnikai, most meg már is van. Tudnám, miről beszélek, mi? Jaj, várjál, tudod, a bőrfejű hogyan vásárolja meg a baseball ütőt? Kérek egy patestápolót. Szóval azt mondja a bőrfejű. Várjál, várjál! Elmondom világosabban, várjál! De nem tőlem hallottad, mondta, hogy a Sándor György mondta. No. Azt mondja a cigány gyerek az apjának, hogy édesapa. Tudod mi ez? Cigány Walkman. Édesapa. Az iskolában azért mondják, hogy te... Azért mondják, hogy én nagyon szépen ilok. Mert én cigán vagyok. Hatta, te nagyon szépen ilok. És az iskolában azért mondják, hogy nagyon szépen olvasok. Mert én cigán vagyok. Hogy szopjam ki a szemed. Hát a leglátszóban te olvasod. Hát, nem, hanem mert te 18 éves vagy, a többi meg csak ő. Na gondolj bele, hát azért, hát valaki megoldja, az egy funkcedet. Azt mondja a bőrfejű az etnikeinek, hogy na hát te ti. Megküdjelek. Itt egy dobókocka. Ha dobsz 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, úgy megverünk, mint a szart. És ha 6-os dobok, dobhat újra.
Szóval csodálkozom. Ha én kérdezem, nyakunkba szokott ez a demokrácia, ha emberek ki akar dolgozni, hát szabad ember, ne legyél már ugye. Igaz, nincs is hol, de hát akkor vállalkozni kell. Na ugye, magyar ember mindjárt, akkor vállalkozzunk, legyen egy ilyen, amit csinálunk, ilyen masszázsszalon. Masszázs. De arra már prűdek voltak, nem írták ki, hogy masszázs, hanem maszage. Tudod, a végén a kérdés, hogy maszage. A rendőrség engedte is. Azt mondja, hát mert maszage, akkor olyan, mint a lódnyin tovább. Kérdezed, a rendőrség engedte, csak volt cikkötése a rendőrségnek, hogy az úr leány, aki ott a maszagélírozót érte, két lába, figyelj, mert vizuálisan mesélek. Két lábának a földön kell, hogy legyen. Most ezt belejöttem, mert Pesten Kőbányán nevelkedtem, illetve kezdetben több időt töltöttem Kőbányán. Aki ismerős arra, Sibrik Miklós telep, téglagyár, szóval frankó értelmiségi környék. Tudod, a litium bokrok, na, ott ismerkedtem meg Strapa Tetszával. Olyan mindenki zsánere, jó vastaglábú hegyinő, és mindenben Tetszát kivittem oda a bokrok közé, pénz, nem érdekes, én kérdezem, a Tetszának a két lába a fővő volt. Figyelj, most tovább megyek, én maradok, csak tovább mondom. A két keze is a földön volt, és mégsem a szár, tessék. Mert ezek mögé ennyit értenek hozzá. Nem, de ami itt folyik ebben az országban, te szektileg, ennyi mocskot, drága szépen, vagy elkérdezik, ezek a pornó füzetek, meg ezek a videók, hogy okádni kell, ne csináld már, ilyet beengedni az országba. Nem 20 évvel hamarabb. Ilyet. Hát most már hogyan... Ó, kinyílik, kinyílik, amit is tettem. Mikor pofára estem, akkor sem. Na, vagy 10 percre nézem, érted? Két ekkora hatalmas csöcsöcsö. Segge volt, képzeld el a... Különben is, én teljesen ki vagyok magamból vetkőztetve. Na ezt hallgass meg, tessék, ezt hallgass meg. Nem sokára 60 éves vagyok, na, ez nem dicsekvés. Mondjuk ez volt szexuális élet egy olyan 30 év, 20 perc. A 20 perc a tuti. Addig vártunk a buszon. Na most képzeld el, mondod el, és nem, mert ebbe él, ugye? És a televízióban, hogy mit tudok meg? Tényleg ott várták a pofámba, a televízióból, hogy élvezni. Hogy gyűjtem rá a gépre. Nokia. Itt. De nem ő volt szó, már megbántam. Szóval néztem rá, azt mondja, élvezni, csak marézivel lehet. De most gondold el, hát te nem dűnél össze. Kész. Nincs értelme az életemnek. Hát. Te, egy két dolgot én kipróbáltam, megmondom, hogy ahogy van. De ez a marézi, ez szóba nem jön. Hát ki kis hülye, ne csinálj. Jó, vagy a másik. Az egér mit csinál magömlés előtt? Kivágja a zsákot. Na, erre gondoltam, hogy... Thank you.
Szóval ilyenek vannak, kérdez, ilyenek. Na mindegy. Ezt elmesél a várján. Józsi bácsi följön Pestre, keletiben megérkezik, az arabok között találkozik két magyarral. Két ilyen suhan fiúval, gyárekek az Isten, mi van? Ha valami kis kóbor kurva az, mit? Hát úgy értem, hogy kis ropogós pipi. De már nem divat. Sok korosztán, mi a divat? A nyúl. Nyúl-e? Az. Az öreget elvitték egy ilyen terembe, adtak neki egy nyulat, nyugodtan lizingelje. De nem amilyen kényeskedő kis hülye angora nyulat, nem. Ugye nagy belgák, rendesen. Na most, úgy összemelegedtek a nyullal, hogy a nyúl kész, az öreg már csinálta is. Mi, amit te metára kívánt. Mikor hazament az öreg, az azt, hogy meg akarta verni, mert nem tud úgy beszélni, hogy... Na, szívede, ez pedig két hét, az öreg megírja vissza, keleti, két jó van. Gyerekek, a nyuszikat ott végettem, piszkosuljót. Mit? Hát a muszikat úgy értettem, hogy a opedlé. Az már nem divat. És akkor mostan? Ez a rohanó világ. És tudom, hogy mi a divat? A kukkolás. De jöjjön, öreget elvittek egy ilyen kukkoldába. Egy fal, ennek is ablakkal. Na, ott nézem be. Szemülről átpuszta a szűke hálómat a másik oldalában. Volt egy hatalmas néger volt benn, kérdezem, egy nagy zsurkenyérrel, és kérdezem, épp egy kecskét szolgált ki. Amit a kecske akart, a néger már csináltak, és kettő meg is számoltak el. Na, te piszkos, hogy izgalmas az ettem, mit tudom, hogy nem látok, jó? Itt meg egy unott ember állt a másik luknál. Hülyeség. Ez magának tetszik. Látta volna két hete az öreget a nyullal.